Ebben engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Önöket, városunk megbecsült, 70. életévét betöltött, szívkort megért lakosait. Engedjék meg, hogy vendégeink sorában köszöntsem Cunyiné dr. Bertalan Judit, országgyűlési képviselőasszonyt, Molnárné dr. Tár Izabella, járási hivatalvezetőasszony. A Történelmi Egyház képviselői, Ács város képviselőtestületének megjelent tagjai, és Ács város polgármesteré. Nagy öröm számunkra, hogy idén is ennyien elfogadták meghívásunkat, hogy ezen a hagyományá vált december végi, kora délutáni 1-2 órán együtt tölthessük Önökkel. Tisztelt Ácsi polgárok! Mint az előbb hallottuk, a 70 év fölötti szépkorúak vannak itt, de ez nem jelenti, hogy öregek. Mindenki olyan idősnek érzi magát, vagy annyira öregnek, mint ahogy a belseje érzi, úgyhogy én azt gondolom, hogy sok fiatallal vagyunk itt most körülvéve. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ebből az alkalommal, ami már egy régi szép hagyomány itt Ácson, hogy ilyenkor karácsony előtt mindig összejövünk, és meghallgatunk egy beszédet, amit most már több éven keresztül, egy ünnepi beszédet, amit már most már több éven keresztül országgyűlési képviselő tart. Mit kívánhatnák én mindenkinek, aki itt van, meg azoknak is, akik nincsenek itt, hogy a karácsony mindenkinek békében teljen el, és lehetőleg közösségben. Mert hisz igazándiból akkor jó ünnepelni, akkor jó karácsonyt ünnepelni, hogyha nem egymagában van az ember. Ezért kérek minden családtagot, mindegy, hogy Ácson van, vagy valahol messze Magyarországtól, hogy ha a puszta jelenlétükkel nem is tudják kifejezni azt, hogy együtt van a család, de a mai hírközlési eszközökön keresztül viszont gondoljanak a szülőkre, a rokonokra, és így próbáljanak együtt lenni karácsony szent ünnepén a családdal. És arra szeretnék még kérni mindenkit, hogy most szerencsére úgy jött ki a naptár, hogy nem mindjárt egy dolgos hétköznap után a Szenteste következik, hisz a legtöbben azok a jövő héten már nem nagyon dolgoznak. Tehát van idő arra, hogy fölkészüljünk a karácsonyra, hogy a háziasszonyok takarítani, sütni, főzni tudjanak, bevásárolni tudjanak. Ezért álljunk meg néha, üljünk le, beszélgessünk, és még egy. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy mielőtt esetleg, hogyha valami indulat támad benne, és a vele együtt élő felé rosszat szeretne mondani, akkor gondoljon arra, hogy karácsony hetébe vagyunk, hogy karácsony ünnepeljük, számoljon 3-4-et, és gondoljon arra, hogy ez a szeretet ünnepe, Krisztus Jézus megszületésének az ünnepe, ezért utána inkább a rossz indulat helyett simogassa meg a társát, adjon neki egy puszit, és akkor igazi, békés karácsony ünnepünk lesz. Köszönöm, hogy meghallgattak, és még egyszer mindenkinek áldott békés karácsony ünnepeket, egészségben gazdag, boldog új évet kívánok! Tisztelt polgármester úr, kedves atyák, kedves ácsi fiatalok, hadd fogalmazzak így. Engedjék meg, hogy körülbelül 2 részben hadd köszöntsem most Önöket, bár polgármester úr azt mondta, hogy ünnepi beszédet fogok mondani. Szerintem megbocsájtanak nekem, hogyha inkább csak valami hasonlót. És megpróbálom ma egy kicsit a közvetlenséget és az egymás közeliséget, mint műfajt megteremteni ebben a beszédben, vagy beszédfélében. Inkább fogalmazok úgy, hogy valami szólásféle, Ács megbecsült és Ács építő örökifjaihoz. Karácsony közeleg, valóban így van, ahogy polgármester úr fogalmazott, minden korban, minden időben
és talán mindenki számára a karácsonynak van egy olyan szimbolikája, van egy olyan üzenete, függetlenül attól, hogy ki miért üli meg a karácsony ünnepét, ki azért üli meg, mert az elmúlt 60-70-80 évben ez az egyébként valóban Krisztus születésére felfűzött egyházi ünnep belesimult a hétköznapjainkba és a materiális világnak a szürkeségébe. De azt mindenképp el tudjuk mondani, hogy azoknál a családoknál is kiemelt napok, fontos napok az együttlétről, a családról, a szeretetről és a megbecsülésről szólnak, akik karácsony igazi üzenetét, akik a megváltó születését nem tekintik a karácsony középpontjának. És aztán ott vannak azok, akik számára a karácsony mégiscsak az az ünnep, amit Krisztus születése, a megváltó földre érkezése és a megváltásunk ünnepe, az újra születésünk lehetősége jelent. Így van ez, és ezekben a napokban, ezekben az órákban, ezekben az időkben valóban úgy van, hogy még az is fél a másikat bántani, az is fél a másiknak rosszat mondani, akinek egyébként ez a fajta vallásos lelkület nem társul a karácsony szent ünnepe mögé. Sokat gondolkodunk azon, hogy vajon attól lesz-e szép a karácsony, hogy polgármester úr mondta itt, hogy a házi asszonyoknak már most kellő idő adatik ebben a naptári állásban, hogy bevásároljanak, kitakarítsanak és megfőzzék az ünnepi étkeket. Na ebből én vagyok az egyik kivétel, mert én még mindennek előtte állok, polgármester úr. De jól van ez így, mert amikor a jó vidéki hagyomány, ugye én falusi házban nőttem és voltak szent napok. Nem azért takarítunk, hogy csiriviri tiszta legyen az ablak, hanem valahogy a paraszti kultúrában, a vidéki kultúrában a különböző ciklusokhoz, ünnepekhez való takarítás az egyben azt is jelképezte, hogy a lakásunk, a környezetünk megtisztításával egy picit mi is meg akarunk tisztulni, és tisztán várni az ünnepet. Hogy minél többet be tudjunk fogadni a kitakarított lelkünkbe, abból a jóból, amit az ünnep, a karácsony, amit az az együttlét hozhat, amit mindnyájunknak, függetlenül attól, hogy mit tartunk karácsony lényegének, ezért mégiscsak jelent. Talán már ehelyütt is mondtam, de lehet, hogy nem. A karácsony egy nagyon misztikus találkozás. Úgy vagyunk vele, amikor az ünnepre készülünk, és meg átgondoljuk mi, asszonyok legalábbis, hogy most mit főzünk. Maradunk-e a hagyományos szentesti fogásoknál, az első ünnepen kik jönnek, vagy mi megyünk, mit főzünk, mit sütünk. Mi legalábbis úgy vagyunk, hogy egy találkozásra biztosan készülünk karácsonykor, a családunk, a barátaink, a rokonainkkal való találkozásra. Akiket az év során vagy kicsit távolabb tudunk magunktól, vagy az idő hiányában, mondjuk ki bátran, el is hagyabolunk akár, és azt várjuk, hogy ezen a napon, amikor karácsonykor asztalhoz hívjuk őket, vagy mi magunk vagyunk szerencsések, és asztalhoz hívnak bennünket, azt várjuk ettől az ünneptől, hogy ezen az napon bepótoljuk a másik 364 napot, abból az együttlétből, abból az emberi minőségből, amit mi egymásnak jelentünk. Legyen ez házastárs, legyen ez szülő, legyen ez gyermek, és legyenek ezek a közeli, távoli rokonok, akikkel mégiscsak valami összeköt minket. Az biztos, hogy az itt ülők közül erre a találkozásra mindnyájan készülünk, mert a mindennapjainkból valószínűleg hiányoznak ezek a kapcsolatok. És azért nagyszerű még ez a találkozás, mert itt ácsot biztosan el tudjuk mondani, mint hogy itt körbe jártam az asztalokat, egy néhányhoz eljutottam, akihez nem jutottam el, elnézést kérek, de ilyenkor nekem a polgármester, a főnököm és azt mondta, hogy kezdünk és ide kell jönnöm. Egy biztos, hogy arra is készülünk, mint ahogy én is készülök, és igyekszem is ide érkezni minden egyes ácsi idősek karácsonyára. Önök is készülnek rá, hogy ide jöjjenek,
az Ácsi városvezetés is készül rá, hogy ez a rendezvény az örök számára meg tudja adni mindazt, amit várnak tőle. Erre a találkozásra is készülünk. Itt Ácson, minden karácsony előtt készülünk erre a találkozásra is. De vajon készülünk-e úgy a szívünk mélyén, úgy a lelkünk mélyén arra a találkozásra, mert hogy az advent idején ennek a találkozásnak az örömét készítjük elő, mind a négy gyertyagyújtásával. Készülünk-e arra a találkozásra, a sok-sok ajándék vásárlása, a recepteknek a keresése közben, ablakpucolás, függönymosás és a nagy takarítás kellős közepén gondolunk-e arra, hogy az a találkozás, amit ünnepelünk, az a találkozás az, hogy megvalósul-e, és a karácsonyfa alatt együtt töltött időben meg tudjuk-e tölteni a szívünket, a lelkünket, a családjaink, otthonait azzal a találkozással, amiért minden esztendőben feldíszítjük a fát, megajándékozzuk egymást, fel tudunk-e készülni valójában minden karácsonykor a kisdett fogadására. Mert hogy karácsony azért mégiscsak mondjuk el, nem akarom elvenni sem atya sem nagy tiszteletű úrnak a kenyerét, de mégiscsak egy nagy találkozásról szól. Arról a nagy találkozásról emlékszünk, mint ahogy itt mindig az óvodások vagy az iskolások műsorában látjuk a betlehemi jászol és a napkeleti bölcsek érkezését, a napkeleti bölcsek is egy találkozásra vártak. És egész közösségünk arra a találkozásra várt, hogy találkozzon a megváltóval. Találkozott, megszületett, hirdeti nékünk az angyal, hogy megszületik, és üdvösséggel részen az egész világnak. És azóta időtől, érzelmi mélységtől, világnézettől függően ezt a találkozást vagy közelebb, vagy távolabb tartjuk magunktól. Minden karácsony, de úgy halkan mondom, minden nap megadja annak a lehetőségét, amikor az Isten kegyelméből felébredhetünk. Ezt néhány asztalnál mondtam, hogy már az kegyelem, hogy új napra virrathatunk, és tehetjük a dolgunkat, és örülhetünk egymásnak, és megélhetjük együtt az élet szépségeit. Minden nap megadatik az a találkozás, Krisztus születése óta, amiért a karácsony ünnepe adatik nekünk valamennyiünknek. És a karácsony ünnepe nem színeválogató. Nem csak azoknak a lelkét töltheti ki, és tölti ki, akik hisznek a megváltó eljövetelében, hanem azokét is, akik azt mondják, hogy néha zord és kemény ez a világ, néha nem úgy mennek a dolgok, néha nem az történik, ami szerintünk jó, bármilyen furcsa, a Krisztus születése nem csak a keresztények üdvére, hanem mindenki üdvére történt. Éppen ezért minden karácsonykor, de minden nap megadatik annak a lehetősége, hogyha a lelkünk fel tudjuk rá készíteni, hogy találkozzunk a megszületett megváltóval, találkozzunk a megszületett megváltó kegyelmével. Hoztam egy idézetet, azért van nálam ez az okos eszköz, azért, hogy erről a találkozásról szóljon egy kicsit ez a gondolatsor is. A karácsony olyan, mint egy találkozás, amely után minden megváltozhat. Csak rajtunk múlik. Belső találkozás, családosnak, magányosnak egyformán. Tudunk-e vele mit kezdeni? Elhisszük-e, hogy itt van, eljött és igaz? Reménységünk, hogy így van. Mert önök között sokan vannak, akik egyedül maradtak, önök közül sokan vannak, akinek a családja távol van, önök között sokan vannak, akiknek nehéz a karácsonyra készülni, nekik szól az a reménység üzenet, hogy az a találkozás, amiről karácsonykor megünnepeljük, vagy ünnepet ülünk, az a találkozás mindenki számára létrejöhet. A karácsony üzenete nem az ajándékok csomagolásában, vagy a becsomagolt ajándékokban,
nem a gazdag terített asztalnak a, nem tudom, sokszínűségében van, nem abban van, hogy hány forintért és hány hónapok óta keressük az ajándékokat, hanem abban van, hogy felkészüljünk arra a találkozásra, ami ha befogadható és be tudjuk fogadni, akkor képes arra, hogy megváltoztassa azt a világot, amiben élünk. Mint ahogy az a találkozás, ami karácsony ünnepét jelenti, megváltoztatta az egész világot. A megváltó Krisztus születése megváltoztatta az egész világot. Így azok a találkozások, amelyek Krisztus születésének napján lehetőségként ott kopogtatnak mindnyájunk ablakán és ajtaján, nem csak szent este, hanem az év minden napján, annak a lehetősége ma is, Krisztus születése után több mint 2000 évvel rajtunk áll, megadatott nekünk, és hogy tudunk-e élni Krisztus születésnapjának kegyelmi ajándékával, az csak rajtunk áll. Hangsúlyozom, függetlenül attól, hogy mi magunk hisszük-e, amit nem látunk, és látjuk-e azt, amit hiszünk, függetlenül attól, hogy Krisztus hívők vagyunk, vagy nem tudjuk elfogadni a Krisztus hívők hitbuzgóságát. Karácsony fölé ment ennek a világi értelmezésnek, mert Krisztus születésével egy olyan ajándékot kaptunk, ami minden nap azóta elérkezik hozzánk, és hogy elfogadjuk-e, az csak rajtunk áll. Így hát nehéz bármit mondanom, mert önök közé érkezve mindig megkérdezem, hogy hogy vannak, megkérdezem, hogy hogy szolgál az egészségük, kész-e már az ünnepi menü, megkezdték-e a sütést, főzést, takarítást, várják-e a családot haza. És az a furcsa helyzet van, hogy itt állok, kicsit kevesebb, mint fél évszázaddal a hátam mögött, önök pedig majd két fél évszázaddal a hátuk mögött, mosolyogva, optimistán, várakozóan, és minden nyűgöt maguk mögött hagyva azt üzenik, hogy önök képesek minden nap erre a találkozásra, és önök nem azzal foglalkoznak, hogy a hétköznapok gondja mi, hanem azzal, hogy minden nap, itt valamelyikük mondta, minden nap ajándék. Talán ez a legfontosabb, hogy minden nap ajándék, amikor az életünk új napra virrad, és a körülöttünk lévőknek vissza tudjuk adni azt a szeretetet, amit kapunk, és meg tudjuk kapni azt a szeretetet, ami nélkül nem működik a motor. Mert talán ez az egyetlen dolog, ami működtet, ami életben tart, ami arról szól, hogy fontos vagyok a másiknak, és a másik fontos nekem. És mivel önök itt vannak, ilyen szép számmal minden esztendőben, ez azt mutatja, hogy fontosak önmaguknak, ez is egy nagyon fontos dolog, fontosak a másiknak, és önöknek is fontos a másik. Az ilyen megtartó közösségek ereje az, ami a nagy találkozás ünnepét meg tudja tartani, ami a nagy találkozás lehetőségét minden nap, évről évre el tudja hozni számunkra, függetlenül az adventi koszorú fényétől, a feldíszített és ajándékokkal körberakott karácsonyfa látványától. Én azt köszönöm önöknek, hogy ezzel az optimizmussal, ezzel a hittel itt vannak nekünk, és bár szemrehányást is kaptam, mert hogy engem csak itt látnak minden évben, kicsit restellem is, de azt mondtam itt az uraknak, hogy azért itt találkozunk, és azért jövök ide mindig, mert önökkel viszont itt találkozom, mert amikor a városban más rendezvény van, akkor önök nem mindig tudnak oda jönni, nem mindig tudnak eljönni, és na nekem ezért fontos ez a találkozás, mert önök erre készülnek, és mivel önök erre készülnek, ezért erre én is készülök, és nagyon jól esnek a bátorító szavak, nagyon jól esnek az aggódó kérdések, és nagyon jól esnek az őszinte korholások is, mint ahogy kikaptam nagyon helyesen, hogy nem látnak többször a városban, csak itt, de ennek oka van.
viszont ide azért jövök, mert önök minden évben itt vannak, és remélem jövőre is itt lesznek, remélem jövőre is megkorholnak, és megerősítenek abban, hogy amit teszünk, és amit önök tettek, az megtartja, és megerősíti azt a közösséget, amiben élünk, és amit próbálunk hagyatékolni gyermekeinknek, unokáinknak. És hogy aztán egy kicsit kötetlenebben zárjam karácsonyi gondolataimat, azon tűnődtem, és hát Gerecsen is volt nagy tisztelet úr segítségemre volt, hogy mégiscsak az ünnephez méltóan annak komolyságát megőrizve, de egy kicsit poénosan zárjam a mai köszöntőt. Gerecsei Zsolt súgott nekem, mi így összetartunk. Azon gondolkodtunk, hogy vajon polgármester úr jövőre melyik minőségében fog jelen lenni az idősek karácsonyán, hiszen a 70 év felettieket köszönti Ács városa, ami mindnyájunk dokia, lassan beleér ebbe a tisztes őszes korba, vagy lehet, hogy lesz egy meglepetés doki, mert hogy kettős minőségben itt lenni, az mégiscsak nem csak az őszhaj, nem csak a kor, hanem azt gondolom, hogy annak a tisztelete is, és annak a megbecsülése, hogy az embert élteti az Úristen, és megadja azt a lehetőségét, hogy még őszülő fejjel is szolgáljon. Én ehhez a szolgálathoz is kívánok polgármester úrnak erőtegészséget, kívánom önöknek, hogy ezzel az optimizmussal, hittel és ezzel a találkozásokra nyitottsággal tudják megélni a mindennapjaikat, és magamnak azt kívánom, hogy ugyanezzel a szerető mosollyal várjanak jövőre is, és ugyanezzel a szerető együttléttel élvezzék azt a lehetőséget és azt az jó szándékot, amit az önkormányzat az önök irányában minden karácsonykor, az idősek karácsonyán ad. Higgyék el, a legtöbb, amit a másiknak adhatunk, az nem kifejezhető pénzben, nem kifejezhető értékben, az az idő, amit a másikra fordítunk. Beszélgessenek, legyenek együtt, és élvezzék egyszerűen csak azt, hogy még vannak emlékek, ami fölött elidézni jó. Áldott, békés ünnepeket és nagyon boldog találkozásokat kívánok önökre 2019 karácsonyán. Isten áldja önöket, Isten áldja valamennyiüket, és Isten áldja az Ácsiakat és Ácsot. Köszönöm szépen! Önnél is nagyon sok szeretettel köszönjük önöket, kezüket csókolom, szép télenöket kívánunk. Ez itt a Maja Trió, amelyik Klaudia kollega. És Momenti Attila. Nagyon szépen köszönjük. Szóval Csenger, meg a Borog, és még azt is ígérted nekem, hogy Csenger után átadjuk Kolozsvárba. Mert hogy szép város Kolozsvár. Hát kifejezettem. Köszönöm, hogy hová felindult!
és az egy táncdala. Jaj, cica, jaj, cicák, mondhatnám így is. Jaj, cica, eszed azt a nélkül még a megyon. Többen könnyen. Ha nem is a megbe, te cica csak az megbe. Érted, kiugrom cicán. További jó élet és kezdeket csokrom szállásra. Köszönöm szépen! Szép ünnepet, illetve kezdődik a szokról a viszontlátásra!